Hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Elohimtől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ides tovahány. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és Jahua felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik még. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Elohim előtt. Ekkor a tanítványok magukban Jahusához menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jahusa pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkor a hitetek volna, mint a mustármak, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Mondta pedig a mester, ha annyi hitetek volna, mint a mustármak, ezt mondanátok ím ez eperfának. Szakadj ki gyökerestől és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Jahusa pedig felelvén mondta nékik, bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek, kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen. És Jahusa felelvén mondta nékik, legyen hitetek Elohimben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától, az én nevemben. Kérjetek is megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.